valaki, aki fest, és aki festett, és aki itt alkot, az biztos egyet ért ezzel. De ha valaki nem értene egyet, azt így behívnám, és akkor mondjuk megállítanám a Benkati kép előtt a nyár nizza, nézegesen, van egy cím, van egy kép, miről szól. Hú. Fény, nyár, ezer, és vég. És dráma, és sötétség, és fény. Ami azt jelenti, hogy az embernek benne van a maga mentalitása. Benne van az, hogy pozitív beállítottságú ember vagyok inkább. Íveket festek. Még mennél szép íveket festek. Nem. Szögleteket. Hozza mindenki a formáját, és valamit a saját érzésvilágát belefesti, és nem kell cifrázni, hogy miről szól az absztrakt művészet. Ez a művészet, ez egy önkiteljesedés. Ha elkezd gondolkodni a festményen, és elkezd tudatosan valamit csinálni rajta, akkor hű, még figurális dolgokat is fog rávinni, pedig eredetileg nem is tervezett. Már nem lesz az az absztrakt, ami lehetett volna, és lehet, hogy azzal együtt nagyon jó kép lesz különben, de az első zsigerből festett kép az, hogy a Kati is föltett ezeket a vörös színeket, szerintem nem sokat kínozott rajta. Biztos, hogy nem sokat gondolkoztam, ezen nem lehet sokat gondolkodni, mert akkor nem olyan, az nem olyan lesz. De csak akkor lehet ilyen, hogyha ez egy intuitív pillanat, műve, terméke, ez oda föl van festve, és hátralép, és azt mondja, ezt én is csináltam, baromi jó lett. Nem nyúlok hozzá. Kész. És nincs hagyom dolgozva. Tehát az én olvasatomban az absztrakt festészet egy belülről jövő, intuitív alapokra helyezett, a saját szűrőinken keresztül kiárandó, a saját mentalitásunkon, pozitív szemléletünkön, akár negatív félelmeink. Hát bizony, bele lehet festeni félelmeket. Ha vannak az embernek félelmei valamitől, gyönyörűen bele lehet festeni. És nem tudatosan. Azt mondják, hogy ez az absztrakt festészet azt csinálja, aki nem tud úgy rajzolni. Na ezt rengetegszer hallottam. Sőt, korábban én is gondoltam erre, hogy hát azért néhány ilyet csinálni így, nem lenne művészet. Ehhez nem kell baromi jó rajzolni össze, tehát én nem hiszem, hogy tudna egy aktot rajzolni valamit. De nem az a lényeg, hogy tudnak rajzolni, hanem az, hogy milyen színekkel dolgoznak, milyen íveket, milyen formákat, milyen intuíció szerint, miket hisznek bele. És igen, ezekben a képekben érzelmek vannak, ez nekem nagyon tetszik, egyébként a kiállítás nagyon jó. Szerintem nagyon sok jó kép van, illetve pontosabban nincs rossz kép. Szerintem nincs rossz kép, az van, hogy még keveset láttam. Hogy elég időt eltöltünk, szerintem mindenképp jó. Nincs rossz kép, az van, hogy nem tudtunk elég időt szánni rá, és nem tudtunk elég közvetlen közelségbe kerülni. És van, ami úgy, ahogy a Csaba barátom mondja, hogy bejön az ember, belenyom az arcába, és azt mondja, ez állati jó. Minden alkotónak gratulálok, ahhoz, amit idehozott, és örülök neki, hogy ezt láthattam. Én nagyon szeretem ezt. Nem is akarom tovább szaporítani a szót, visszaadom a barátomnak. Én meg átadom a szót, akkor kicsit feloldódjunk. Max, Elvi Zsolt Maxnak, gyere már ide, légy szíves. És hát ha akarsz, akkor menjél vissza helyet, de én köszönöm, hogy elmondtad. Majd még helyre rakom azokat a dolgokat, amiket kell. És akkor Maxot kérem, őt már tavalyra is ismerhetjük. Én imádom a verseit, ahogy a festményeit is. Hát hallgassuk csak meg, és szerintem mindenki más fogja. Na. Ervanó bukott rózsák, szöges drót nyúlványai közt gyönyörű szőket ülni és lapul a fotelban. Rágyújt és közel hajol. Kijelződ a süpető puha ujjai beleprésednek privát részben, gondolat striptíz, az esti kábulat mögé rejtett fenevad. Kiabál! Mielőtt a fényhez érnek, szemrezem is meg, most hunyadok forrás valahol csak füstkomolyak. Nyúl a sötétben, törtelt ölel, Morpheus meg csak bejelölőjében. És ha már absztraktról van szó, az absztrakt az nem csak kizárólag a festészetről, grafikáról szól, hanem szinte az élet minden területéről. Ahány ember annyiféleképpen látja ugyanazt a dolgot. Mert az agyunk, az viszont abszolút egyénre szabott. Az a mi agyunk.
az az egyén adja, az egy szubjektum. Még az expresszív festészet is abszolút a realizmuson alapul. Sok minden. Egyedül az absztrakt az, amelyik azt mondja magában, hogy én egyé válok, tehát én mint szubjektum, mint festő, egyé válok a természettel, vagyis abszolút nyitott vagyok, és az én sejtemben ugyanaz a természet van, ugyanazok a természet törvények vannak, mint az egész világegyetemben. Gondoljuk csak ezt át. De az absztrakt festő, az úgy festére, ahogy csak és kizárólag ő tudja, senki más. A többi festő pedig mindegyik hasonló lesz a másikéhoz. Mindegyik művészet, természetesen. Ha végignézzük, akkor a művészetben manapság hát eléggé nehéz kiigazodni. Ugye régen minden olyan egyértelmű volt a művészetben, mert megvoltak a nagy művészeti stílusok, korstílusok, ez ma nincs. Ma a művész ott marad magára egyedül. Hanem ami az igazán izgalmas és érdekes, hogy mitől lesz elfogadott és éles egy festő. Bármennyire furcsa is nem attól, hogy szuveré, hanem attól, hogyha érzékenyen reagál azokra a trendekre, amik éppen hivatosak. És akkor van még egy rétege a festőművészeknek, a mai idő festőművészeknek, akik igazából még nem találták meg az útjukat, vagy meg fogják találni, vagy nem. Ezt soha nem lehet tudni. Így, akik mi itt vagyunk és képet festünk, valamennyien út vagyunk vele, és szerintem aki ezt nem valóban az is úgy van vele, hogy azért szeretné megfesteni az életük azt az egy igazi nagy képet, nem? A művészek pedig azért vannak, hogy ezt valahogy képileg meg tudják jelenteni.